tulajdonképpen a konkrét fotózás előtt még a madarászásra való rászokás, hogy úgy mondjam, vagy rábeszélés volt az első motívum, mert az iskolában 10 éves koromban az osztályfőnök nagyon szépen beszélt a madarakról, és akkor én haza rohantam, apámnak elmondtam, hogy mit tanultunk, és akkor kaptam egy Altisza nevű nagyon primitív fényképezőgépet, és kijártam például az Újszegedi Ligetbe, és ott figyeltem a madarakat, és közel jött hozzám egy erdei pinty. Nálam volt a gép, és fölemeltem, hogy csináljak róla egy képet. Egyedül voltam, aki itt Szegeden madarakat fotózott, és próbáltam a társaimat is beoltani ezzel a dologgal. A Madártani Egyesület akkori tagjaival karöltve hetente csináltunk úgynevezett gyűléseket, és ez ment már egész 89-ig. Amikor is Szegedre költözött egy másik fotós barátom, ekkor történt az, hogy itt Szegeden elhívtunk 13 fotóst országos ismertettség alapján, és ugye ezzel a 13 taggal alakult meg a Magyar Természetfotósok Szövetsége. Ez a szövetség elkezdett jól működni, a fiatalok többek között éppen Máté Bence és Daróczi Csaba, Vadász Sándor és társai, akik kezdték nyerni a pályázatokat, és akkor mi magunk is elhatároztunk, hogy egy év természetfotósa című pályázatot elindítunk. Ezáltal a Magyarország, magyar fotósok és a magyar természetfotósok hírnevét is öregítik a világban. Én 58, még április 4-től, még a dátumra is emlékszem, elkezdtem egy naplót vezetni, hogy milyen madarakat lát. És ez azért fontos, mert láttuk azt, hogy mondjuk a Tiszának a jobb partján, hogy mennyi madár volt. És most például, ha most elmegyek, akkor ugye körülbelül a negyed résznyi madarat látom annak, vagy de lehet, hogy a tizedét. Ugye 60 év egy ember életében, ez sok idő, de ugye a természetben az egy villanás, és hogyha 60 év alatt ennyit változott a helyzet, és ezt kivetítem a jövőre nézve, ez nagyon szomorú. Az ember terjeszkedése folytán állnak elő ezek a csökkenések, tehát nem azért, mert maguktól le akarnak csökkenni, vagy valamilyen ragadozó elszaporodik. Tehát átalakul az élővilág sajnos a negatív irányba. A természetfotózás abból a szempontból érdekes, hogy például kiállítások, versenyek kapcsán megmutatja az embereknek azt, hogy ilyen szépségek vannak a természetben, és ezeket kéne megóvni. A fotózáson kívül ez a klarinét hang nagy szerelem lett, aztán így 55 éve játszok ezt a Dixielandet, ami a jazznek a legészszerűbb formája. 15 éves koromban elhívtak egy zenekarba, ott már Dixielandet játszottunk, és akkor 64-ben, akkor pedig megalakítottam a Dixieland zenekart. 20 éves koromban, amikor az első koncertet csináltunk, nem nagyon volt föllépésünk ezzel egy órányi műsorunkkal, de aztán 66 után, amikor a Salgótarjáni Fesztiválokon már arany és ezüst diplomákat nyertünk, akkor kezdődött az, hogy már külföldre is hívtak bennünket, és hát mondhatom, hogy vastaps nélkül még sehol nem jöttünk le a színpadról ez alatt az idő alatt.